Right on. Get up. Get up. Come sit up. Oh, I like butt. Get up. She lit up. Grasshopper. A showstopper. The life of a voice popper. Come with me, cause I'm a big popper. You do butt. Oh, I whopper. Exterminate my cause. You want to draw some stars. Be the one to see my flaws. Make me bleed with painted claws. Get up.
la vida. Qué lindo es el amor. Vida.
from anything you do if you want them to. What else can they do?
Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red. Rich men's children running past, their fathers dressed in hose. Golden hair and mud of many acres on their shoes. Gazing eyes and running wild, past the stocks and over stiles. Kiss the window, merry child, but come and buy my toys. You've watched your father plow the fields with a ram's horn, sowed it wide with peppercorn and furrowed with a bramble thorn. Reaped it with a sharpened scythe, threshed it with a quill. The miller told your father that he'd work it with the greatest will. Now your watching's over, you must play with girls and boys. Leave the parsley on the stalls, come and buy my toys. You shall own a cambric shirt. You shall work your father's land. But now you shall play in the market square till you be a man. Smiling girls and rosy boys, come and buy my little toys. Monkeys made of gingerbread and sugar horses painted red.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Május 31-e van csütörtök, és reggel 6:30. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Éppen azon gondolkodtam, hogy milyen villámgyorsan elrohant ez a május, és hiszen most voltak még csak a majálisok időszakai, és tessék, itt van június, de azt hiszem ennek a diákok örülnek majd igazán, hiszen lassan vége. Két hét szerintem, és aztán már aztán vakáció. Aztán eljött a vakáció, bizony. Május 31-e van, Petronella napja. A Petronia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka. A Petronia, a latin Petronius nemzetség névből származó férfi névnek, magyarul Petroniusnak a női párja. Jelentése edzett férfi, illetve kő. További névnapok a mai napon Angéla, Tilda, Matild és Mária, holnap pedig Tünde névnapja lesz. Petronella, én mindig ezen gondolkodom, nincs ilyen nevű ismerősöm, de nem hangzik egyébként rosszul az, hogy Petronella. Na mindegy. Azt mondja, hogy évfordulókkal is készültünk a mai napra, például 1907-ben 100 évvel ezelőtt ezen a napon született dr. Trencséni Tibor professzor, vezérőrnagy, a magyar néphadsereg fő begyógyásza. Az ő nevéhez fűződik a mai napig is működő orvosi hetilap 48-as 1948-as újraindítása. 1945-ben, vagyis 62 esztendeje ezen a napon született Rainer Werner Fassbinder német rendező, író, színész. Ezen a napon halt meg II. Géza magyar király 32 éves korában 1162-ben. Az ő kezdeményezésére telepedett meg a ciszterci és a johannita rend Magyarországon, és itt Székesfehérváron temették őt el. Szintén ezen a napon hunyt el 413 évvel ezelőtt, 1594-ben Velencében Tintoretto, eredeti névén Jacopo Robusti, itáliai festő, aki a manierizmus egyik kiemelkedő alakja volt. 29 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Bozsik József futballista, a kispesti Honvéd és az aranycsapat egyik kulcsembere, százszoros válogatott volt ő. 1438-ban ezen a napon Aachenben német-római császárrá koronázták Albert magyar királyt, 5. Albert néven osztrák herceget. 1839-ben több mint 2 éves előkészítés után hozta létre gróf Széchenyi István a pesti Gőzmalom társaságot, és a mai Margit híd pesti hídfőjének közelében megkezdhették a hengermalom építését is. Most pedig a vonalban köszönhetem a Pantaxi diszpécserét. Jó reggelt kívánok, Műség Fehérvár útjain, hol kell az autósoknak akadályokra számítaniuk? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket és a Fehérvár Televízió munkatársait. Még tart a Selyem utcában az útjavítás.
Az Arany János utca Zsák utca lett, csak a templomig lehet behajtani, vezessenek óvatosan. Megköszönöm figyelmüket, balesetmentes közlekedést, és szép napot kívánok a Panon Taxi dolgozói nevében. Hívhatnak minket a 344-344-es telefonszámon. Köszönjük szépen az infogat, és még szép napot kívánunk. Változékony időre számíthatnak ma is az ország nyugati részén a sok napsütés mellett időként, keleten pedig többször erősen megnövekszik a felhőzet, főként keleten várható majd zápor, északkeleten pedig zivatar, helyenként felhőszakadás is előfordulhat a mai napon, többnyire mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 20 és 25 fok között alakul, de északkeleten kissé hűvösebb is lehet, késő este 12 és 17 fok már. Most megnézzük a Fejvár Televízió híradójának legfontosabb információit. Megállapodást kötött a Kodolányi János Főiskola a Nádasdy Alapítvánnyal és Várpalota önkormányzatával. A felek a jövőben a Nádasdy Akadémiával a kultúra és a környezetvédelem, míg Várpalotával az idegenforgalom terén szeretnének együttműködni. A Nádasdy Alapítvánnyal kötött együttműködésben a főiskola vállalja, hogy szakmai ismereteivel és művészeti csoportjainak közreműködésével segíti a Nádasdy Akadémia programjait. A Kodolányi felajánlja a főiskola épületeit közös nyári egyetemi rendezvényekre, és az alapítvány is lehetőséget biztosít a főiskolai programok szervezésére a Nádasdy kastélyban. Emellett fontos még, hogy az akadémia környezetvédelmi kurzust indít a főiskola hallgatóinak. Ezzel az együttműködési megállapodással lehetőség nyílik arra, hogy egyrésztről a Nádasdy Alapítvány és Akadémia szellemi tudása és a Kodolányi János Főiskolán meglevő szakmai ismeretek és szellemi háttér ötvözése nyomán minél színvonalasabb a felnőtt képzés és a közművelődés, illetve a művészetek területén meghirdetett programok kerülhessenek megrendezésre és megvalósításra. Várpalota önkormányzatával a város turisztikai versenyképességének növelése érdekében született meg a szándéknyilatkozat. A dokumentum alapján a főiskola fejlesztési stratégiát dolgoz ki az idegenforgalom fellendítésére. Közösen a főiskola tudásbázisa és Várpalota vezetése a maga ötleteit oly módon használja ki, hogy a város természeti, turisztikai, népi hagyományos értékei azok vonzó turisztikai attrakciók formájában kerülhessenek az emberek elé, és az ehhez szükséges szellemi tőkét, az anyagi tőke pályázati formában történő megtalálását közös erővel meg tudjuk oldani, és ezáltal a főiskola hírneve is öregbítessék, illetve a városon pedig előre juthasson az idegenforgalom fejlesztése terén. Várpalota szeretne a jövőben a felsőoktatás terén is lépéseket tenni, ezért az sem kizárt, hogy a Kodolányi János Főiskolának esetleg kihelyezett felnőtt képzése lesz a Veszprém megyei városban. Szerda délután kezdetét vette az ünnepi könyvhét fehérvári rendezvény sorozata. A Szent István Művelődési Házban Varvasovszky Tihamér polgármester köszöntötte a résztvevőket. 78. alkalommal rendezik meg hazánkban a könyvhetet. A május 30-án kezdődő esemény hagyományosan a leírt szó tiszteletét népszerűsíti Magyarországon. Én nagyon remélem, hogy jó úton járunk. Ez a könyvhét ugye évek óta a magyar irodalom ünnepe. Vannak olyan olvasásvizsgálatok, ahogy azt itt a megnyitó beszédben is hallottuk, amelyek szerint az olvasás népszerűsége csökken, meg hát tapasztaljuk ezt mi könyvtárosok elsősorban. De én azt gondolom, hogy az azért nagyon biztató, hogy az olvasók, akik még olvasnak, azok egyre inkább az értékesebb irodalom iránt érdeklődnek, és én ezt fontosnak tartom. Varvasovszky Tihamér polgármester úgy fogalmazott, hazánk az egyetlen, ahol három emberöltő óta ünnepe van a könyvnek, a könyvbarátoknak és az olvasott szónak. Örülök annak, hogy minden évben Fehérváron nagy érdeklődéssel sikerül megrendezni a könyvnapi rendezvényeket, hiszen ez egy ünnep, a könyv ünnepe, pont a leírt szónak és azon értékeknek az ünnepe, melyeket a könyv hordoz, és én biztos vagyok abban, hogy hordozni fog évszázadok múlva is az egész országban és mindenhol a világon. A Gutenberg galaxis életképes hangzott el a megnyitón. A könyv örök barátja marad, mindenki művelt ember főnek.
Mintegy három hete ül már a Vasvári Pál utca fölött Mújkó a bohóc. A szobrot a Kortárs Művészeti Fesztiválra készítették, azonban az alkotást a város örökbe kívánja fogadni. Így Mújkó a bohóc valószínűleg örökre az utca fölött marad. Kocsis Balázs szobrász és Molnár László ötvös jóvoltából május 8-a óta ül a Városháztér bejárata felett a Kossuth utca és a Vasvári Pál utca sarkán Mújkó a bohóc. A szobrot a város örökbe fogadja, jelentette be ma délelőtt a város polgármestere sajtótájékoztatón. Varvasovszky Tihamér elmondta, hogy a következő közgyűlés elé terjeszti, hogy a város vásárolja meg az alkotást. Egy-két nap alatt rengeteg pozitív véleményt kaptam, azóta is nagyon sokan kérik, hogy maradjon itt ez a szobor. Én ezért is döntöttem úgy, hogy beterjesztem a közgyűlés elé, hogy fogadja a város örökbe Mújkót, és legyen ez Székesfehérvár egyik dísze évszázadokon keresztül. A két alkotó saját költségén készítette a szobrot, a belváros pedig ismét gazdagabb lett egy kedves alkotással. Ezért csináltam végül is, hogy én ezt nem titkolt szándékkal, én nem nagyon akartam onnan levenni. Bíztam benne, hogy ez megtörténik, ez a megvásárlás. Hát ez még azért még polgármester úr ugye kifejezte az akaratát, még a közgyűlés nem bólintott rá, de jó úton haladunk. A szobor részből készült, a talpa pedig ólommal lett kiöntve. Mújkó a Kortárs Művészeti Fesztivál egyik programjaként került az utca fölé. A szobor a tervek szerint mindössze egy-két napra kerül majd le a helyéről, mert az alkotók apró átalakítást végeznek majd a tartó szerkezeten. Helyi hírek után most pedig a Közép-Dunántúli régió legfontosabb információi következnek. Elektronikus közigazgatási hét kezdődött Veszprémben, a program keretében az e-közigazgatás bevezetéséről adtak tájékoztatót. Az érdeklődőket Caun János Veszprém alpolgármestere köszöntötte a Kossuth teremben, majd ismertette az előadások témáit. Az első tájékoztató a Magyarországi Elektronikus Ügyintézés helyzetéről adott áttekintést. A kormányzati osztályvezető statisztikákkal illusztrálta a mai állapotokat, bemutatva, milyen is a mai helyzet. A Veszprémi önkormányzat az élvonalban található az e-közigazgatás kialakítása terén, ezért is érdeklődtünk a városi állapotokról. Viszonylag jól állunk. Az egész arra vezethető vissza, hogy 2004-ben sikerült egy GVOP pályázatot elnyernünk, gazdasági versenyképesség operatív program keretében. Ez a pályázat, ez arra volt elég és arra volt jó, hogy elinduljunk ezen az úton, de viszonylag kevesen tudtuk ezt megtenni országos szinten. Pontosan 41 önkormányzatnak sikerült a GVOP pályázatokon valamilyen összeget nyerni. Mi az elektronikus közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére írtuk meg a pályamunkánkat, és ezt céloztuk meg, hogy ezt bevezessük itt Veszprémben. A GVOP pályázatunk egyik fő motivuma volt az, hogy a háttérrendszereket, amik lehetővé teszik az elektronikus ügyintézés, ezt itt létrehozzuk Veszprémbe. Ez sajnos kevésbé látványos, viszont enélkül nem lehet tovább lépni. Most jutottunk el arra a szintre, amikor tudunk nyitni a nagy közönség felé, tudjuk reklámozni idézőjebb téve a szolgáltatásainkat, ugyanis sikerült összehozni, illetve létrehozni azt a kapcsolatot, amelyik az országos működtetési elektronikus ügyfélkapuval. Megoldjuk az elektronikus aláírás és az ügyfél azonosításnak a problémakörét. A vízió az természetesen az, hogy minden ügy elektronikus legyen, de azért maradjunk a realitásoknál. Ma nem csak, hogy logikailag nem tudunk még minden ügyet elektronizálni, de még a törvényeink sem teszik lehetővé az összes ügytípus esetében az elektronikus ügyintézést. Ez, amit mi most bejelentettünk, illetve amit a május 15-ével életbe léptettünk itt egy közgyűlési rendelettel, ez az ügyintézési rendszer, ez az első lépés. A rendszer tapasztalatait elemezve a veszprémi szakemberek minden olyan ügyintézést, melyet alkalmazni lehet a világhálón, a polgárok számára folyamatosan hozzáférhetővé teszik. A festői környezetben fekvő német ajkú településen, Vértes Somlón a 8. falunapot tartották a közelmúltban. Megújult a Vértes Somlói harangtorony, melyet az idei 8. falunap keretében adtak át. A teljesen felújított Ady Endre utcát a rekonstrukció során kiszélesítették, illetve 6 cm-es magasítást is kapott az útfelület.
Így kettős ünnepet ülhetett a hétvégén az a Vértessomló, ahol nem egyre kevesebb, hanem inkább egyre több gyermeket iratnának be az óvodába. Minden évben hagyományosan Pünkös környékén tartjuk meg a falunapokat, ez a nyolcadik, és ami még érdekessége ezeknek a falunapi rendezvényeknek, hogy a nyolcadik nemzetiségi gyermekfesztivál kerül Vértessomló megrendezésre. Ezt megelőzően a tegnapi nap során adtuk át a haranglábat. A harangláb már nagyon régóta vágya a vértessomlóiaknak, hogy felújításra kerüljön. Líder program keretében a Áltarés Szövetség vezetésével egy líder közösséget hozott létre, melyben Vértessomló is tagja, és így sikerült gyakorlatilag a harangláb felújítására forrást nyernünk, a kápolna is el fog készülni, az ezután kezdődik. Ezzel párhuzamosan pedig elkészült az Ady Endre utca útfelület felújítása. Összességében a harangláb 7,4 millió forintba került, ebből 4 millió forint volt a támogatás. A harangláb a kápolna 4,5 millió lesz, ebből szintén 4 millió a támogatás. Az Ady Endre utcának a szélesítése, felújítása 12 millióba került, ebből 6 milliót kaptunk támogatásként. Én azt gondolom, hogy egy nagyon igazi jó közösség alakult ki Vértessomlónak. A legjobb mutatója ennek az, hogy költöznek vissza a fiatalok, városban is nagyon sok beköltözőnk van. Ennek egy jó példája, hogy 5 évvel ezelőtt 38 gyerek volt az óvodában. Most ma egy kellemes, de mégis rossz gondunk van, mégpedig az, hogy nem tudjuk felvenni már az óvodáskorú gyerekeket. 10 gyereket kellett ebben az évben elutasítani, mert nincs elég hely. Tehát gyakorlatilag 63-ra nőtt az óvodáskorúak száma. Én azt gondolom, ez mindent elárul. A kétnapos mulatságon összesen több száz gyermek néptánc együttes vonult fel Somló utcáin, majd lépett színpadra a sportcsarnokban. Na hát akkor nézzük, megérkeztek természetesen a mai lapok, akkor kicsit mozsolázgassunk, hogy miből mit érdemes. Hát kezdjük a Népszabadsággal. Az állam ránéz az őstermelőkre. A cél a bizonytalan eredetű áru eltüntetése a kereskedelemből. Az eddig kiadott valamennyi őstermelő igazolvány felülvizsgálatára készül az Agrártárca. Az ok változatlanul a szürke gazdaságban működő a magyar kisfogyasztói agrártermelés bő harmada fele. Jelenleg a zöldséggyümölcs forgalom 5%-át tudják csak tételesen ellenőrizni. Ezt jelentették a Népszabadság munkatársai, hogyha részletekre is kíváncsiak, akkor a lap 15. oldalán megtalálhatják az írást. Gyengült a forint a bankközi deviza piacon. Szerdán a Sanghái tőzsde 6%-os zuhanásának hatását a feltörekvő piaci valuták is megérezték. A Sanghái zuhanás oka a kínai pénzügyminisztérium az eddigi 0,1-ről 0,3%-ra növelte a részvénykereskedelmi adót a 14. oldalon, és egy üzletemberrel is megismerkedhetnek a lap 5. oldalán, hogy kicsoda Pák Imre, azt tudhatják meg. Az 57 éves üzletember Munkácsi Mihály Golgota című festményének tulajdonosa. A cikkből az is kiderül, hogy 1 millió forintot is akartak érte adni, ő azonban mégsem adta el. Ez tehát röviden a Magyar Nemzet, illetve a Népszabadság kínálata, ami után majd a Magyar Nemzet jön, de előtte megjelent a Népszabadságban a könyvszemle is, ahol a budapesti programokról olvashatnak különböző új könyveket, ajánlanak az olvasók figyelmébe. A vidéki helyszínek közül azonban a székesfehérvári programok hiányoznak, de azt majd máshol megtaláljuk. Menjünk tovább, nézzük a mai Magyar Nemzetet, melyben arról olvashatunk a címlapon, illetve a második oldalon, hogy kilépett a kardiológiai szakmai kollégiumból és lemondott a szívsebészeti szakcsoport vezetéséről Papp Lajos, nemzetközi hírű szívsebész, tiltakozásul a kormány egészségügyet érintő intézkedései ellen. Papp Lajos elég kemény szavakkal bírálta Horváth Ágnes minisztert, akit tájékozatlannak nevezett, és kiemelte, a miniszter sokatszor megalázza az egészségügyben dolgozókat, és egyúttal javasolja a testület feloszlását, melynek ugye ő volt a vezetője, a részleteket a második oldalon olvashatjuk. Aztán két rendőr nem kér hazugságvizsgálatot, nem kívánt élni a hazugságvizsgálat lehetőségével, a nemi erőszakkal gyanúsított 5 rebiszes rendőr közül 2, tájékoztatta a lapot Morvai Attila, a fővárosi főügyészség szóvivője. Ahogy a korábban a lap írta, az ügyvédek azt hangoztatták, védenceik alávetnék magukat a poligráfos vizsgálatnak, erre azonban eddig csak egy indítvány érkezett az ügyészséghez, a részleteket a címlapon
olvashatjuk a mai Magyar Nemzetben. Aztán olvashatunk arról is a Kultúra rovatban a 15. oldalon, ugye a Kultúra rovat természetesen a könyvhétnek lett szentelve a mai napon, hogy Jókai Anna új drámája, a ma megnyíló könyvhét egyik húzó művének ígérkezik. Ez áll a középpontban a mai Magyar Nemzet Kultúra rovatában, illetve olvashatunk arról is a 8. oldalon a külföldi hírek között, hogy a Világbank élére Czöllik volt külügyminiszter helyettest jelölte a Fehérház, hogy ez milyen vitákat kavarhat, ez a 8. oldalon, és végül a sportrovatban kiemelten foglalkozik a lap a Ferencváros mai közgyűléséről, amelyen a klub sorsa és jövője is eldőlhet, ez tehát a mai Magyar Nemzet. Behajtani tilos, mégpedig holnaptól, ez olvasható a mai Fejér megyei hírlap címoldalán, holnaptól teljesen megváltozik a belváros forgalmi rendje. 10.000 forintos büntetést is kaphat az, aki péntektől az Ady Endre utcába akar behajtani engedély nélkül. Az új rendszer ugyanis csak a lakókat és az üzlettulajdonosokat engedi majd be a belvárosba. A belváros legbelső utcáit gyalogos övezetnek minősítik holnaptól. Itt még a lakók és az üzlettulajdonosok sem parkolhatnak. A külső utcákat, így az Ady Endre, a Jókai, az Oskola, az Arany János, a Megyeház utcákat pedig kiemelt várakozás jövezetén nyilvánítják, és tehát oda lehet csak a lakóknak, illetve az üzlettulajdonosoknak behajtani. Ez tehát holnaptól a 4. oldalon, illetve a címoldalon olvashatok a témával kapcsolatban részleteket. Tündérhajszál és a nagyfa márai szerint életre halálra kell olvasni erővel és szenvedéllyel. A 78. könyvhét és a 6. gyermekkönyvnapok közel 350 új kötetet ígérnek. Megyénkben június 8-áig zajlanak majd a találkozók és a bemutatók. És egy adat, ami az olvasottságot illeti. A 60-as években a felnőttek 60%-a vett évente legalább egy könyvet a kezébe. Tavaly ez már csak 40% volt, tehát ünnepi könyvhét tegnaptól egészen június 8-áig. Még jó, hogy nem egyedül vezetem én ezt a műsort, csak kollégáim segítettek nekem, mert lehetséges, hogy a Munkácsi képről, amiről a Népszabadságban írtak, én lehet, hogy 1 millió forintot mondtam, természetesen az 1 milliárd forint. Hát nem, van 1-0-1, de vagy odafigyelj, ez nem foglalkozunk. Hát nem tudom, ez egy kicsit, ha sokat számítana. Na hát ma kevésbé borult az ég, úgyhogy nézzük, mit ígérnek a csillagok a különböző horoszkópban születetteknek. Kos, az ön most a sors kegyeitei között tudhatja magát, élete tele lesz sikerrel, könnyen veszi az akadályokat majd a mai napon. Ezennel nem csak a szerencse mosolyog önre, hanem valóban saját szerencséjének lesz a kovácsa. Béka, a mostani pozitív bolygóállás hatására szakmai tevékenységében sok siker vár önre. Szoros kapcsolatba kerül fontos emberekkel, akik döntő hatást gyakorolnak további karrierjére. Társadalmi élete gazdag és változatos lesz. Mi ez? Ikrek? Nagyon vidám mostanában és jókedvű. Szerintem mindenképpen derítsen fel másokat, és saját törekvései ihletet adhatnak az ön körül élőknek is, és segítheti őket a céljai elérésében itt is. Semmit se erőltessen, ne sürgessen, úgyis sikeres lesz mindenben. Rák, az egyik családtagjával kerül összetűzésbe, már nem ér annyit az ügy. Jól teszik, hogyha megbeszélik a dolgot, és utána szent lesz a béke, ne legyen haragtartó. Az oroszlán kreativitása ma nem ismer határokat. Aki művészi pályán mozog, annak lehetősége lesz fellépésekre, művének bemutatására, viszont minden oroszlán próbálkozom meg ma a versírással. Szűz, szakmailag 7 mérföldes léptekkel halad előre, ön gyors eszű és nagyon ügyesen cselekszik, új tervek kialakítására kiváló a mai nap. Mérleg, kicsit már fáradt, mégsem érzi, mert repülni tudna a boldogságtól. Igencsak felpörögnek az események önkörül, valósággal elhamozzák dicséretekkel és ajánlatokkal. Skorpió, otthonában a cívódások és a viták mindennapossá válnak. Vigyázzon, mert szomszédai kibeszélhetik önt a kiszűrődő veszekedések hallatán, partnerével pedig nem tud élni, de nélküle sem. A nyilas a délelőtti órákban utazással összefüggő ügyeiben túljut az akadályokon. De után barátaival kapcsolatos pozitív fejlemények várhatók, hagyjon szabad folyvást az eseményeknek. Bak, sokféle ügyfolyamat igényli állandó figyelmét, ami között sok a roppant kellemes, de nagyon időigényes. Ez lehet a várva várt nagy utazás időszaka, társasági élete mindenképpen fellendül majd, nagyon aktívvá válik mai napon.
vízöntő, ki kell szűrni a zavarokat az életéből, nem kell okvetlenül világrengető konfliktusokra gondolni, szervezze meg mindennapi teendőit és törődjön az valamire, jobban oda kell figyelni, ne hagyjon elintézni való dolgokat a jövő hónapra, azaz holnapra. Halak remekül felismeri a helyzetet, érdekeit, kapcsolatait helyezi előtérbe, fontos és kellemes fejleményekre számíthat a szerelemben, számíthat arra, hogy egyénisége csillog a társaságban. Tisztában van azzal, hogy vonzó motorával le tudja venni az embereket a lábukról. No, hát szerintem ma igazán pozitív horoszkópokkal sikerült kedveskednünk mindenkinek. Kivétel a skorpiónak, aki veszekedni fog. De hát azon is túl kell lépni a veszekedéseken. Hát ez volt már az ébresztő, szerintem mi már befejeztük műsorunkat, de maradjanak továbbra is majd a Fejvár televízióban, hiszen délután is sok mindennel várjuk Önöket. És szép napot kívánunk! Köszönjük szépen, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra! Viszlát! Thank you.